Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként számunkra kijelölt, és amit megírva találunk így Máté evangéliumának 11. fejezetében, a 25. versétől kezdődően a következőképpen. Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A felolvasott igeverseket az a rész előzi meg, amikor az Úr Jézus nagyon is elkeseredetten beszél azokról a városokról, amiket ő ugyan nagyon szeretett, ahol több csodát is tett, mégsem fogadták be őt. Nagyon kemény elutasításban volt része. Ennek a három galileai városnak, Becsaidának, Korazimnak és Kapernaumnak nem volt szeme, hogy meglássa, és nem volt szíve sem, hogy szeresse az Úr Krisztusát. Az Úr tudta, hogy magatartásuk igazából még mindig csak az előíze annak a széleskörű elutasításnak, amiben hamarosan része lesz. És hogy hogyan reagált erre az arcátlanságra? Nem cinizmussal, nem keserűséggel vagy bosszúvággyal, hanem inkább felemelte a hangját és köszönetet mondott Istennek. Így mondta: Hálát adok neked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek kijelentetted. Két lehetséges félreértés van ebben az előzményben, és aztán abban is, amivel Jézus folytatja az Úr elrejtettségéről. Először is Jézus nem annak örül itt, hogy Isten elrejtette az ő titkát az említett három galileai város előtt, nem az ő ítéletüknek örül. Másodszor pedig nem úgy értette, hogy Isten önkényesen megtagadta volna a világosságot a bölcsektől és értelmesektől. Ezeknek a városoknak minden esélye megvolt arra, hogy elfogadják az Úr Jézust, hogy alávessék magukat neki. Amikor pedig visszautasították a világosságot, akkor Isten megtagadta tőlük ezt a világosságot. De ettől még Isten terve nem híjusult meg, hogyha az intelligencia nem hisz, akkor Isten feltárja magát az alázatos szívek előtt. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ezt olvastuk Mária énekében a karácsonyi időben, olvassuk most. Azokat, akik túlságosan bölcseknek és értelmeseknek tekintették magukat ahhoz, hogy szükségük legyen Krisztusra, egyfajta igazságos vaksággal sújtotta az Atya. De azok, akik ismerik, felismerik magukban a bölcsesség hiányát, kijelentést kapnak tőle, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve, ahogy visszhangoznak a kolossai levél szavai a fülünkben. Jézus megköszönte az Atyának azt az intézkedését, hogyha némelyek nem is fogadják el őt, mások viszont igen, annál inkább. Az óriási hitetlenség ellenére vigaszt talált Isten erősebb tervében és erősebb szándékában. Mindent Krisztusnak adott át az Atya. Ez nagyon is öntelt igény volna bárki mástól, de az Úr Jézustól az igazság egyszerű megállapítása.
Ugyanakkor ettől a pillanattól érte el a csúcspontját az ellenállás, és úgy tűnt, hogy már semmi sem állíthatja meg. Az Úr Jézus életének programja ellenállhatatlanul haladt előre a végső és egyben dicső diadal felé. Senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Krisztus személye körül valóban megfoghatatlan titok van. Az isteni és emberi egy személyben olyan problémákat vet föl, amelyektől a mi emberi elménk visszariad. Itt van például a halál problémája. Isten nem halhat meg, mégis Jézus Isten és Jézus meghalt. Pedig isteni és emberi természete elválaszthatatlan. Így noha ismerhetjük, szerethetjük és bízhatunk benne, bizonyos értelemben valóban csak az Atya érti meg őt igazán. Amikor azt olvassuk, hogy az Atya csak azoknak jelenteti ki, akiket a fiú kiválaszt, bizony abba a kísértésbe eshetünk, hogy akkor ez valamiféle szűk elitnek a saját előjoga, valamiféle kiválogatásról, személyválogatásról van szó. De az itt következő igevers az megvéd az ilyen értelmezésétől, mert azt halljuk, hogy az Úr Jézus mindenkit hív. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A másik oldal, akiket kiválaszt, hogy megismertesse velük az Atyát, azok pedig bíznak benne, mint egy válaszként, mint Atyában, mint Úrban és Megváltóban. Ahogyan ennek a hívásnak a végtelen szeretetét és végtelen gyengétségét vizsgáljuk, és már tudjuk, hogy Jézust éppen abban az időben ez a három számára egyébként nagyon is kedves város elutasította. Látjuk azt, hogy az ember gyűlölete mégis képtelen arra, hogy elfojtsa Isten szeretetét és irgalmát, eltüntesse az ő kegyelmét. Az őszinte alázat az egyik feltétele annak, hogy mi igaz Isten ismeretre jussunk, hogy Jézus beavasson bennünket is a titokba. Aki elég bátor ahhoz, hogy kisgyermekként közeledjen hozzá, azt megajándékozza az igaz kijelentéssel. Azt, aki lélekben szegény, aki éhezik és szomjazik, aki nem magában bízik, hanem Istenben, és aki megadja magát Istennek. Akik szelidek, akik sírnak, akik békességre igyekeznek, akiknek szívük tiszta, akik háborúságot szenvednek az igazságért, akik vakok és látni akarnak, akik süketek és hallani vágynak, mindezeket hívja, és mindezt az a szó foglalja össze, megfáradtak és megterheltettek. Ennek a foglalata pedig, te vagy testvérem, és én vagyok, minket hív, mindig. Viszont azok számára valóban nincsen lehetőség a változásra, akik nem hajlandók felismerni azt, hogy terheket cipelnek. Hogy a világ, és benne az ember is bizony romlott, bizony sérült, bizony bűnös is. Az sem fog változni, akinek meggyőződése az, hogy a megtapasztalható rossz csupán a véletlenek összjátéka, vagy csupán valami transzcendens gonosz hatalom számlájára írható. Ez is igaz, de ez egy picivel sem kisebbíti a mi felelősségünket, akik teret adunk újra és újra ennek a gonosz hatalomnak, az ördögnek. Bizony az emberi bűn, az engedetlenség, a felelőtlenség következménye. Akkor tudunk csak változni, hogyha felismerjük azt, hogy segítségre van szükségünk. Mindannyian megterhelődtünk most is, azt hiszem az ünnepi időszakban is. És úgy hiszem, hogy nem a templomi alkalmak, nem az Istenre szánt idő az, ami megterhel bennünket, hanem a saját igényeink a karácsony ünneplésével kapcsolatban, és emellett a társadalom elvárásai is. Munkahelyeken, iskolákban, óvodákban, itt-ott, amott, kinek hol van érdekeltsége. Ma azonban az ünnep másodnapján lehetőségünk van visszatekinteni arra, hogy a karácsony ünneplésébe fektetett energia mennyire tükrözte a mi kereszténységünket, és mennyit vettek ki belőlünk a külső elvárások, amik bizony évről évre beárnyékolják a mi készülésünket. Sokan talán közülünk is úgy élik meg a karácsonyt, mint akik saját maguk készítik a karácsonyt. És aztán a karácsony jól ki is készíti őket, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ezt elképzelték. A karácsony testvérek egészen másra való, felkészíteni akar a nálunk nagyobbal való közösségre. Arra a találkozásra, amitől leoldódik minden feleslegesen ránk rakódott teher,
hiszen vannak, akik már nem csak az ünnep rendkívülisége alatt roskadoznak, hanem túlterheltek a mindennapokban is, és a saját ünnepükre is alig jut már figyelem. Vezetőként, pedagógusként, betegek között, vagy betegséget hordozva, itt most nyugodtan testvére ki hozzáteheti a saját maga feladatát, terhét, nehézségét. De minél inkább így van, annál inkább Jézusra vagyunk utalva. Jézus egyfajta hosszú távú tehercserére hív ma bennünket ebben az igében. A bűn, vagyis a tőle való elszakadás állapota az, amiből igazán meg akar szabadítani bennünket. A vele való teljes közösség iránti elkötelezettség terhe az, amit ehelyett ránk akar tenni a mi vállunkra, amit azt hiszem egy éve körülbelül volt már erről egy igehirdet, és ő magunk is együtt hordoz velünk az igába, az ő igájába, saját maga is beáll és együtt hordozza. Nem idealizálja az Úr Jézus a tanítványságot, egy csöppet sem. Azt látjuk, olvassuk a Szentírásban és a későbbi egyháztörténetben is, hogy a tanítványokat pontosan úgy elutasítják, ahogy őt egykor, ahogyan Jézussal tette ez a három város, és még sokan mások is. Erről mi lelkészek rengeteget tudnánk mesélni, hogyha ez lenne ma a hangsúlyos. Ismerjük a kereszténység nem egy vértanújának a sorsát is. Ma éppen István, az első keresztény vértanú haláláról emlékezik meg az egész egyház. Ordas Lajos pedig így fogalmazza ezt. A bűn igája vigasztalan, ezért elviselhetetlen teher. A te igád gyönyörűséges, és ezért könnyű, de ugyancsak teher. Világossá teszi azt is, hogy nélküle Isten megismerése nem lehet teljes. Istennek kell végre a középpontba kerülnie. Az Ószövetségben is látjuk, hogy Isten hogyan küzd az ő népéért, hogyan küzd emberekért is, és látjuk azt is, hogy hogyan buknak el egyébként általa kiválasztott emberek, akik egy ponton elfelejtették azt, hogy kinek köszönhetik az elhívásukat, kinek köszönhetik a megbízásukat, a sikereiket is. A magasba emelkedtek, akár még trónra is ültek, de valami lehúzta őket. Hagyatékuk vérontással és bálványimádással szennyes, mert elfeledkeztek az ő sikereik forrásáról és céljáról is. Nem kell ahhoz királynak lenni, hogy ez kinek-kinek az életében megtörténjen. Adott esetben elég lehet egy pozíció, egy ösztöndíj, egy kitüntetés, egy fantasztikus munka lehetőség. A siker bizonyos értelemben sajnos amnéziát okoz. Ahogyan a régi tanmesében ez a bolhával is történik, ismerjük ezt a tanmesét a bolháról és az elefántról. Amikor egy elefánt egy roskatag hídon kelt keresztül, a híd pedig recsegett, ropogott az ő súlya alatt. Amikor átért a túloldalra, akkor a fülében csücsülő bolha egyszer csak megszólalt. Azt a mindenit, hogy megremegtettük ezt a hidat? No hát, az elefánt valóban átvászorgott, a bolha meg valahogy félreértett mindent, és megmosolyogta talán minket ez a történet, miközben nem egyszer történik meg, éppen közöttünk is akár. Aki mondjuk évtizedekkel korábban kétségbeesve könyörgött egyetemi vizsgái alatt Istenhez, hogy segítse meg őt, és aztán később, amikor elérte a vágyott célt, már nincsen ideje éppen a munkája miatt akár Isten tiszteletre járni. Vagy aki korábban a családja betevő falatjáért könyörgött újra és újra Istennek, és később valóban meggazdagodott, sikeres lett, nagyház, szép autó, nem tudom, miket szoktak kívánni ma az emberek, nem beszél mégsem Istennel már egy ideje. Már nincs rá szükség. És a mi korai gyülekezetünkben is, a templomépítés éveiben, az alapítók idején, majd aztán később, amikor a történelem keresztül rohant a gyülekezeten, és alaposan megtizedelte ezt a pesterzsébeti közösséget, nagyon is komoly, imádkozó munka folyt a gyülekezetben. Ma pedig, amikor a gyülekezet megalapozott, jó hírű és elegáns, akkor kinek van szüksége az imádságra? A minap olvastam egy történetet, egy békáról, hadd legyen szabad még egy ilyen állatos történetet megosztanom. Az ő kis tavacskája már kiszáradóban volt, és hát tudjuk, ha a tó kiszárad, a béka élete is, a béka életének napjai is meg vannak számlálva. Meghallotta azonban, hogy a domb túloldalán egy buzgó patakocska csörgedezik, és hirtelen ötletből vezérelve megkért két madarat arra, hogy fogjanak egy botot, a bot két végét a csőrükkel, ő pedig a szájával jól rákapaszkodott erre a botra.
Így is történt, a madarak ráálltak erre a dologra, fölemelkedtek a békával, fantasztikus látvány volt, repül két madár, középen egy bot, annak a közepén a béka, meg is látta ezt egy mezőn legelésző tehén, fölkapta a fejét, és hangosan így gondolkodott. Na hát, kinek támadt ez a fantasztikus ötlete? Mire a béka nem tudott ellenállni, és azt mondta, nekem! Így hát a történet, ne kövessük el ezt a hibát, a béka hibáját. Nem szükségszerű az testvéreim, hogy a siker mindenképpen amnéziát okozzon. Sokkal inkább fontos, és elég is, hogyha elismerjük a siker célját. Ez a cél pedig mindig túlmutat az emberén. Isten dicsőségét akarja általa megmutatni. Rendkívül sok múlik azon, testvéreim, hogy mi a sajátunknak tulajdonítjuk, azt, ami jó, ami szép, ami sikeres, vagy félreálljuk és megmutatjuk azt, hogy egyedül Istené a dicsőség. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy értünk megszülettél, hogy erőtlenségünkben erőnk, reménytelenségünkben reménységünk, úttalanságban utunk, félelmeinkben menedékünk, tanácstalanságunkban vezetőnk, kínzó kétségeink között biztonságunk, bűneinkben feloldozunk, lelkünk szomorúságában vigaszunk, halálunkban életünk élettél. Amen.